Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket mai kulturális magazin műsorunkban a műhelyben. Talán önök is észrevették, hogy rendszeresen beszámoltunk az elmúlt években a romkertben talált mozaik sorsáról, és talán azt is tudják, hogy jelenleg ez a mozaik Budapesten van, ahol éppen restaurátorok igyekeznek minél szebb állapotba hozni. Erről beszélgetünk majd a mai alkalommal, sőt hallhatnak majd egy beszélgetést a restaurátor munkák egyik alapemberével, Kőfalvi Vidorral is, aki Budapestről jelentkezik, és elmondja nekünk, hogy hogy is állnak most a munkálatokkal. Aztán a mai műsorban visszatekintünk egy vasárnapi rendezvényre, amelynek a Szombathelyi Zsidó Hitközség imaterme adott otthont. Priger Zsolt és Törőcsik Franciska részvételével emlékeztek egy igen különleges kaddis keretében Térei János költőre, akinek egyébként, bár debreceni születésű volt, Szombathelyhez is volt kötődése, és a tavalyi esztendőben hunyt el. A műsor végén pedig érdekes módon Angliába kapcsolunk majd, hiszen ott él az a fiatal hölgy, Boda Barbara Isabella, aki nemrégiben egy könyvet írt nagymamája testvéréről, Dalman Miklósról. A név talán van, akik számára ismerősen csenket, Szombathelyről indult valamikor, aztán Angliába került, ahol újságíróként vált ismerté. Tehát róla szól ez a bizonyos kötet, amelyről részletesen is hallhatnak a mai műsorban. Ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk! Ahogy tehát a bevezetőben említettem, szeretnénk egy kicsit visszatekinteni a szaváriai mozaik történetére, és arra, hogy hol is van most, és milyen állapotban, és várhatóan mikor kerül majd vissza Szombathelyre. Mindezekről beszélgetünk a következő percekben vendégemmel, Csapláros Andrea múzeumigazgatóval. Szeretettel köszöntelek. Tudom, köszöntelek, jó estét kívánok! Tudom, hogy neked kezdetektől szívügyed volt ennek a mozaiknak a sorsa, amelyről minden szombathelyi tudta valószínűleg, hogy nincsen jó állapotban, és hogy sürgős beavatkozásra lenne szükség. De mielőtt arról beszélnénk, hogy most mi van ezzel a gyönyörűséges padló mozaikkal, amely egykor a helytartói palota ékessége volt, tekintsünk vissza röviden legalább a kutatás történetére. Az ízeom kapcsán gyakran elhangzik, hogy a véletlennek köszönhető, hogy a maradványok előkerültek. Annak idején a mozaik is véletlenül bukkant elő? Igen, tehát a római múltunknak a darabjai sokszor véletlenül kerülnek elő a földből, és meglepődünk azon. Amin én csodálkozom, hogy még a belvárosban most is úgy néha-néha meglepődnek az építkezéseknek, hogy a római múltunknak, vagy a középkori múltunknak a darabjai, kis pillanatai jelennek meg a földben. Alapjában véve 1930-as évek közepétől a püspökkertben munkálatok indultak, ami a püspökkertnek az átalakításáról szólt volna, és 1938-ban rábukkantak a mozaikra. És ami azért itt egy kisebb csoda volt, hasonlóan, mint az izomnál is, hogy olyan emberek látták, voltak ott abban a pillanatban, akik igenis föl tudták azt mérni, hogy milyen hatalmas kincs van itt a kezünkben, és hogy mi lehet itt a föld alatt. Mert azért Szombathely római múltjáról már a 16. századtól kezdve nagyon sok leírás van, köveknek a magyarázata, mi minden lehetett itt Szombathelyen, Szaváriában. Egyébként erről már egyszer beszélgettünk, ugye az amfiteátrummal kapcsolatban, ami itt van a Kálvária dombnál. És alapjában véve ez a mozaiknak a darabjai, ami az építkezés során a szemük előtt tárdöbbentette rá arra, hogy hú, azért itt nem egy egyszerű kis épület állhatott, hanem egy nagyon komoly római hivatalnoki épület valami lehetett. Akkor még nem tudták pontosan, hogy micsoda. Ami érdekessége, hogy hála a jó Istennek, azt kell mondaniom, hogy Géfin pápai prelátus volt ott, aki alapjába véve mindent megállított, és elkezdték az ásatásokat, és a Magyar Nemzeti Múzeumból, ugye akkor Szombathelyen még nem volt régész, hasonlóan egyébként, mint az Izeumnál, és Budapestről ugye Palovics István érkezett ide, ugye az ő neve is ismerős, szerintem minden Szombathelyen. Végül is nevezték el. Pontosan, és megindultak a kutatások, ami azért hihetetlen eredménnyel járt.
Ez a 30-as évek, amiről igen, 30 most beszélünk. Aztán jött a háború, amit nem tudom mennyire sínylett meg a romkert, vajon? Az az izgalmas az egész dologban, hogyha belegondolunk, hogy 1938-ban indultak meg ezek a kutatások, azért a második világháborúnak már igen lehetett érezni a előszelét, és 1943-ban a háború kellős közepén Kodály Zoltán egy koncertet rendezett, hogy kvázi adományokat gyűjtsenek a romkertnek, és hogy fölhívja a romkertre a figyelmet. Szóval, hogyha belegondol az ember, hogy ebben az időszakban az emberek mi mindennel kellett, hogy foglalkozzanak, és mégis egy városnak, mégis egy közösségnek nagyon fontos volt, és lehetett arra számítani, hogy adományok is érkeznek, és akkor egy koncertet rendezett június 8-án vagy 9-én, ha emlékezetem nem csal. És egy meglehetősen nagy kiterjedésű műtárgyról van szó, hiszen ez a helytartói palota eleve nem volt kicsi, de a fennmaradt mozaik is meglehetősen nagy kiterjedésű, nagy alapterületű. A jelentőségét is ezek szerint fölismerték annak idején már, de ha tudták, hogy mi a jelentősége, akkor nyilván gondoltak arra is, hogy ezt valahogy meg kell védeni, meg kell óvni. Hogyan sikerült ezt annak idején megoldani? Elég gyorsan tervek készültek a romkertnek az ásatásai során előkerült épületeknek a védelmére, és itt elsősorban ugye a mozaik védelmére. Alapjában véve Lux Kálmánnak az épülete, amit ő akkor ott septiben megtervezett, ha így mondhatom, természetesen az akkori kornak az elvárásának maximálisan megfelelt, és ténylegesen védőépületről van szó, ami ideiglenesen lett volna. Szerintem erre majdnem minden szombathelyi emlékezhet, hogy egy hosszú nagy épületről van szó, meg egy kisebb épületről, ez pontosan azon mozaik darabok fölé került, amely védelemre szüksége volt. Alapjában véve a helytartói palota fogadó épülete jóval nagyobb volt ennél, ugye ennek az alaprajzát a mai napig lehet látni, nagyon szépen most fehér kővel ki van öntve, apró kavicsokkal ki van öntve, és tényleg most lehet igazándiból érezni, hogy mekkora volt ez a fogadóépület. És alapjában véve a középkori vár ugye elrombolta, tehát az egészet tönkretette, és nagyon sok minden elpusztult ott, de attól függetlenül, ami megmaradt, az hihetetlen értékben maradt meg számunkra. Ami érdekessége és tényleg a csodája, ugye erről Vasáros Zsolt többször tartott előadást, azt hiszem, hogy nálad is volt itt a tévében erről beszélgetni, meg újságcikkek is jelentek meg erről, hogy egész egyszerűen egy olyan helytartói palota, amelyben in situ, tehát tényleg ott helyben ott van a mozaik, azért nem sokat számolhatunk a Római Birodalomba, és ez különlegessé teszi a szaváriai helytartói palotát. És hogyan jutottunk el a restaurálás lehetőségéig? Alapjelvében, mint említettem, Luxféle épület az egy ideiglenes épület volt. A 70-es években Vladár Ágnes készített terveket, és több védő épületnek vagy védő építménynek el is készült a romkertben, és ő már 71-ben arról írt, hogy nagyon nagy veszélyben van a mozaik, ha végig gondoljuk 71-ben, ugye az 50 évvel ezelőtt volt, és valamit kell csinálni a Luxféle épülettel, meg nem oldja meg a mozaiknak a védelmét, mert egész egyszerűen a nedvesség és a pára tönkreteszi a mozaik szemeket. Akkor egy vízenyőt tettek a helytartói palota közepére, szerintem erre is sokan ismerik ezt a vízenyőt, csak sajnos a víznek az elvezetése nem történt oda, hanem csak ott a helyi csapadéknak az elvezetése. És alapjában véve azért a 2000-es évektől egyre inkább és egyre többször előfordult az a fajta vizsgálat és az a fajta kérés, hogy igenis ezt a mozaikot föl kell szedni és restaurálni kell, mert így tönkre fog menni. Erre egyébként több terv volt, hogy esetleg ott in situ megőrizni, valamilyen alépítményeket készíteni. Erről akár Kis Péter is írt erről dolgokat, aztán tényleg sokan voltak, akik ezzel foglalkoztak, például a Magyar Nemzeti Múzeumnak a főrestaurátora is nyilatkozott erről, és végre elérkezett az a pillanat, amikor az akarat is megvolt, tehát itt volt a veszély, és pénz is volt hozzá, mert azért itt nem pár forintról beszélünk, hanem nagyon-nagyon komoly összegekről. És akkor végül így került igazán avatott kezekbe ez a mozaik Budapestre, ahol a megfelelő szakemberek dolgoznak rajta most már,
Hónapok óta talán? Hát hónapok óta, igen. Azt kell mondanom, hogy két különböző céggel dolgoztunk. Ugye az első cég volt az, aki fölszette ezeket a mozaikokat, és ők erre voltak specializálva, pontosan fölmérték őket, és olyan módszerekkel szedték föl, amely nem rombolta a szemeket, hanem egybe tartotta ezeket a lapokat. És ami nagyon fontos, hogyha ha hordozható kilókat számol ki az ember, azért, hogyha belegondol az ember maguk a mozaik szemek, amik kőből vannak, belegondol az ember a földbe, ami alatta van, és a többi, nagyon nehéz darabokról van szó, tehát egy ilyen 2-3 méter az, amit maximum egybe föl tudtak szedni, de ezeket aztán összeilleszteni nagyon pontosan kell, tehát nagyon pontos felmérés született mindenről. Utána nagyjából egy évig a raktárunkban volt, és utána ki tudtuk írni a pályázatnak a második részét, és egy olyan céghez került, aki pedig a restaurálásnak a specialistája. Úgyhogy azt hiszem, hogy sikerült ténylegesen olyan cégeknek versenyeztetni és megnyerni, akik maximális bizalommal helyre tudják tenni a mozaikot. És akiknek talán referenciájuk is volt ilyen téren. No, és akkor most érkeztünk el ahhoz a pillanathoz, hogy megmutassuk azt a beszélgetést a kedves nézőknek, amit a mai délután folyamán rögzítettünk. Budapestre kapcsoltunk, és Kőfalvi Vidor kőrestaurátorral beszélgettünk. Hát nagy szeretettel köszöntöm itt a Szombathelyi Televízióban, igaz, hogy távolról, Kőfalvi Vidor restaurátort, aki aktív szerepet vállal a szaváriai mozaik rendbehozatalában. Mindannyian láttuk már ezt a mozaikot, azt is tudjuk, hogy egy meglehetősen méretes padlófelületről van szó. Hogyan sikerült ezt egyáltalán Budapestre szállítani? Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat is. Hát a szállítás a legbonyolultabb, a fölszedése volt, mert hát azért az nem egyszerű, le kellett az egész felületet ragasztani, ilyen textilanyagból, és könyvkészeti ragasztóval, és akkor elválasztani az alatta levő befoglaló rétegektől ezeket a mozaik szemeket. És hát ezt úgy lehet elképzelni, mint egy szőnyeget. Volt is egy olyan szakasz, amit fel is tekertünk, mint a szőnyeget, mert csak úgy lehetett kihozni a helyszínről. És hát utána természetesen biztonságosan becsomagolva elhozta egy kamion. Azóta itt van, és csináljuk. Milyen állapotban volt ez a mozaik, amikor önök kézbe vették? Hát azért is kellett felszedni, mert egyre rosszabb állapotban egy ilyen gyorsuló romlás indult be rajta. Tulajdonképpen ez megindult már akkor, amikor föltárták, és egy védőépületet építettek föléje, de akkor sokáig nem látszott ez olyan, mint az időzített bomba, hogy az védőépület az nagyon jó ötlet, de alulról nem tudja védeni a talaj felől érkező nedvesség, és a vele szállított sók kezdték ki tulajdonképpen magukat a mozaik szemeket már. Hát ez a mindenhol körülöttük látható salétromosodás, ugye az a só képződése, térfogat növekedéssel jár, és nagy nyomással ez rosszabb, mint az. Csak lassú. És hát mostára már komoly részek kezdtek forrá menni. Bennem muszáj volt, hogy nem volt más választás. Hogyan képzeljük el magát a restaurálást? Hogy történik ez a munka? Szemenként, vagy az egész felületet egyszerre kezelik? Hát ilyen is van, meg olyan is van. Vannak olyan részek, ahol szemenként kell foglalkozni vele, persze. De hát igazából a lényeg az volt, hogy egy új hordozóra tegyük föl. Tehát a hátoldalára újabb rétegeket raktuk. Az első réteg az nyilván valami hasonló ahhoz, mint amit eredetileg a rómaiak használtak, egy kicsit ahhoz hasonlít. De utána egy ilyen üvegszövet, egy külön, egészen különleges ilyen üvegszövetet sikerült felhasználnunk, amit a különbözőipar használ hasonlót, azt tudta elképzelni, hogy mint egy paplant, amit összenyomunk, és amikor megkapja a műgyantát, akkor fölemelkedik, és ilyen
sejtszerkezetszerűség jön létre belőle, ami azért jó, mert nem lesz iszonyú nehéz, és nagyon strapabíró, nagyon erős. Úgyhogy most biztonságban van. Miből vannak egyáltalán ezek a szemek? Milyen anyagból készült ez a mozaik padló? A rómaiak nem mentek messzire ezekért a kövecskékért, a környékről és helyi anyagból készült. A márványokat lehet, hogy kicsit távolabbról hozták, mert ez a kanadaihoz hasonló nagy, nagy kristályos márvány, a fehér szemek. De azok a szépzöldek, azok például a környékről, a Műszegi hegységből valók, az a szépzöld. Egyébként az itt a legkevésbé, akkor nagyon sok elfogott, elpusztult. Azokat pótolgatjuk szintén ebből a csatári kőből, csatári kőnek, ott van egy ilyen bánya, csatári kőnek hívják ezt a helyet, ezt az anyagot, ezekből pótolgatjuk. És hát a vörösek azok kerámia, a töredékek kerámiából vannak, és tehát van még egy ilyen nagyon szép, ilyen sötét lilás színű kő, az pedig a Balaton felvidéke. Geológusok megvizsgálták, tehát konkrétan onnan való, a Balaton felvidékről, úgyhogy homokkő. Nagyjából ezek, amik szerepelnek, hogy vannak benne. Ez azt jelenti, hogy a rómaiak nem is színezték ezeket a köveket, hanem kihasználták a természetes színüket? De nem kellett, nincsen színezve semmi. Néhány helyen van még benne üveg is, a Göldexos, ahol érdekesebbre akarták csinálni kicsit, hogy festőibre. Ott néha tettek bele egy-két helyen üveg, meg zöld üveget. Az van még benne. Meg nagyon kevés ott a Berstej környékű, ez a kígyókő, ahol a kígyókőből is van benne, mert elkészítem, nem sok. Most ez a mozaik töredékesen is nagyon látványos, de mi a cél? Az eredeti állapot visszaállítása? Tehát ki is fogják pótolni a hiányzó részeket, vagy marad ilyen töredékes állapotban? Ez a mostani projekt, ez az állammegóvásra vonatkozott. A pótlásokat most nem csináltunk. Mikor majd eldől egyszer, hogy mi lesz a sorsa, hova kerül, valószínűleg akkor születik majd egy olyan döntés, valami testületi döntés, gondolom, hogy meddig megyünk el a rekonstrukcióba esetleg. És meg lehetne csinálni, bár a legutóbbi ötlet az az volt, hogyha egyszer ki lesz állítva valahol, lesz egy olyan épület, ahol az egészet ki lehet rakni egybe, akkor a hiányzó részeket aztán csak elméletben vagy képekben lehet rekonstruálnánk, és vetíteni lehetne a földre, és akkor lehetne járni majd a szabadna. Tehát nem az eredeti nyilván nem, de hogy a vetített képen lehetne járni például. Ez is egy ötlet. Mennyire tipikus egyébként az a mintázat, ami a mai napig felfedezhető ezen a mozaik padlón? Szerintem ez a növényi ornamentika, én ilyet máshol nem láttam eddig, akkor függetlenül lehet, hogy létezett, csináltak ilyet máshol is. De egyébként itt is nagyjából azok a motivumok jelennek meg, amik a hasonló római mozaikokon, ez a Salamon csomó, Dávid Csilla, és még rengeteg ehhez hasonló, ami itt is megvan. De nagyon szép az a keretelése, ez a növényi csigavonalas motivumot különlegesnek találunk. Egy nagyon hasonló, nem ehhez hasonló, de volt egy olyan, nemrég egy olyan mozaikot csináltunk, ahol azt lehetne mondani, hogy szecesszió. Tehát ránéz az ember, és azt úgy néz ki, mintha szecesszióban csinálták. És római, ugyanebből a korból. Ezek szerint nem az első alkalom, hogy római kori mozaikot restaurál. Mégis milyen érzés, hogy egy ilyen különleges munka jutott osztály részül? Hát dolgoztam a Nemzeti Múzeumban a Balázs Kapusztai mozaikot is kiraktuk át, ugye amikor az új
főtáruk megalakult, akkor föl kellett venni és újra összerakni. És hát a római korosoknak, időnként megtalálnak ilyen mozaikületéket. Most a legutolsó munkám is ilyesmi volt. Hogy satszolja, hogy mikorra végeznek ezzel a feladattal? Hát tulajdonképpen végeztünk, azt lehet mondani, hogy végeztünk. Persze még egy kicsit simogatjuk, dédelgetjük, néhány kis kockát cserélgetjük, tisztogatjuk, de igazából a munkajava meg kész van igazán. Még azért egy kétig még tisztáljuk a hagyját, nem viszik el. És akkor ugyanúgy feltekerik szőnyegszerűen, és úgy jön majd vissza Szombathelyre? Ez most a táblákon van, amik össze vannak illetve, és szépen egymáshoz illeszkednek. Igyekeztünk a motivumok mentén elválasztani ezeket a táblákat, és most itt szépen egymás felé lesz csúsztatni, ilyet rakni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és további jó munkát kívánok! Köszönöm szépen! Köszönöm én is! Viszontlátásra! Még dédelgetik, simogatják, mi pedig már nagyon várjuk vissza ezt a mozaikot. Mikor lesz vajon a Szombathelyek számára is újra látható? A szerződésünkben ugye november vége szerepe, úgyhogy úgy beszéltünk meg, hogy decemberbe szállítják valamikor a mozaikot vissza, vagy hát november végével érkezik ide Szombathelyre, de sajnos ugye ez a Covid helyzet nem teszi ezt lehetővé, ugyanis azért itt nem csak egy műtárgyról van szó, hanem nagyon-nagyon sok tábláról, nagyon sok ember kell a szállításhoz, és egész egyszerűen a minisztérium javaslata alapján ezt most nem tesszük meg. Ahogy visszakerül ide Szombathelyre a mozaik, akkor természetesen, amint lehetőségünk van, bemutatjuk a közönségnek, mert azt hiszem, hogy mindenki várja, hogy csillogó formájában megtekinthessük. De akkor lehet, hogy nem fogjuk látni mind a 82 négyzetmétert kiterítve. Ez még hadd legyen meglepetés, mert a kérdés az, hogy ténylegesen mikor kerülhet vissza a múzeumot, mikor tudjuk kinyitni, mert bizonyos feltételek kellenek ahhoz, hogy egybe tudjuk megnyitni. Ha lehetőség lenne rá, én nagyon szívesen azért egyszer, amikor megérkezik a mozaik, igenis, hogy a Szombathelyek meg tudják tekinteni egyben, nagyon szívesen bemutatnám. Úgy legyen, nagyon várjuk, és köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, a tavaly elhunyt Térei Jánosra emlékeztek a Szombathelyi Zsidó Hitközség imatermében vasárnap, mégpedig Priger Zsolt, az Anima Sound System egyik alapítója és Töröcsik Franciska színésznő részvételével, közreműködésével. Elhangzott a Kaddis Térei Jánosért című előadás, amelyben a költő irodalmi szövegei fonódtak össze elektronikus zenei akkordokkal. A debreceni születésű alkotóhoz, mint kiderült, mindkét közreműködőt személyes kapcsolat fűzte. Adjuk tudtára mindnek, kit bizalmunk megillett, árnyékunk útra vált, nem kísér a sírba minket, mi, Isten kegyelméből másodszor hanvasak, táborozunk a puszta, nagy fellege alatt. Ez egy baráti kapcsolat. Egyrésztről, legfontosabb szerintem ez, szakmai kapcsolat, hát azért 20 éve Szombathelyre érkezett a Térei, Per, Pós, Triász, és így csináltuk a nyelvterület első anyagát, ami szerintem a hazai ilyen slam poetry, vagy nem tudom minek hívjuk, első megnyilvánulása volt. Azóta voltunk együtt kolozsvári botanikus kertben, meg beszélgettünk, meg ültünk egymás mellett színpadon, meg interjúztunk, meg barátkoztunk. Ez egy élő kapcsolat egyébként most is. Tehát, hogy én hiszek abban, hogy főleg egy ilyen formátumú művész az nem vészel a múlt homályába azzal, hogy meghal. Ráadásul eléggé komoly életművet hagyott maga után. És pont ezért jutottunk arra, hogy csináljunk ebből egy olyan félig meddig színpadi művet, félig meddig egy zenés alkotást, ami egyszerre oldott, tele van nem csak szakralitással, hanem humorral, társadalmi ügyekre reflektál, de nem szájbarágósan, és belga módon, mint a János volt. Tehát, hogy se nem flamand, se nem vallon, hanem egy józan, értelmes, derűs, nagy tudású belga
aki nem teljesen jobb, se baloldali ülletekbe, szélsőségekbe, és nem szerette, hogyha ketrecbe, előítéletes közhelyekbe zárják az alkotót. Én se szeretem. Kinek újjong a reményteli szavazókör? Támogatottságod maximális! Annyi kaján, arcon, hübrisztől dagadó bőr. Térei János volt az, aki tulajdonképpen a dédnagypapámat így felfedezte, vagy így újra felfedezte. Ő építészmérnök volt, és hát bejárta a világot, igazából volt a New Yorkban tervezett házakat, meg Miami-ban, meg Németországban, és igazából valahogy ugye ő is Debrecen, és János Debrecenben járt, amikor így felfedezte az ő épületeit, és akkor egyszer becsöngetett a dédnagymamámékhoz, és így elkezdett kérdezősködni róla, akkor már nem élt a dédnagypapám, de hogy ez egy nagyon szép történetként meséli el, mert tud mindig is érdekelte Jánost az építészet, és valahogy nagyon érdekelt, hogy ki ez az ember, aki ezeket a különleges Art Deco stílusú házakat tervezte. Egy korai írása igazából a dédnagypapám tulajdonképpen életéről vagy építészetéről szól, és akkor ez így összekötött minket, és tulajdonképpen aztán így később így a Zsolttal felfedeztük ezt a kötődést, és akkor valahogy így gondolt rám ezzel a művel kapcsolatban. A kéreg mélyben ragyogás a felszínen közön, Jekyll Hyde napról napra más orcádba ütközöm. Minden, ami szöveg van, az Térei. Van bent egy-két biblia idézet. Ennél klasszabb helyen nem tudom elképzelni, mint ahol most vagyunk. Nagyon hálásak vagyunk a hitközségnek. Ezért a meghívásért, ráadásul a bátorságukért és a szenvedélyükért, hogy decemberben, novemberben egy ilyen téli sztoriban ezt meg lehet csinálni, ahol mindenki bezár és mindenki elzárkózik. Ez szerintem nagyon sokan hozzátesz ehhez a szakralitáshoz. Igen, János szövegei, amit lehet, hogyha meg fogunk gúrni, akkor majd cserélünk idővel. Egyelőre a szülővárosában adtuk elő, a nagy irodalmi Margó Fesztiválon, és szülővárosomban, ami nekem különösen fontos. Örülj, hogy ennyi magnak megmaradt. Maradékunk tömör, mint egy avokádó mag. Örülj, hogy ennyi magnak megmaradt. A műfaját tekintve kád is, de amúgy hát nyilván ez a válogatott művei a Jánosnak, és a Zsolt zenéjével kiegészülve. Zsolt szerkesztette ezt az előadást, ő szerezte a zenéjét, ő rakta össze, és igazából én tulajdonképpen az egyik előadója vagyok ezeknek a verseknek, de a Zsolt is ugyanúgy fog verseket mondani, szóval tulajdonképpen ez egy ilyen emlékezésre egy órában, és nagyon izgalmas, friss és jó módon, meg összetett módon. A Térei az meg nem csak, hogy pályatársam, meg kortársam, meg barátom, hanem tényleg azt gondolom, hogy a elmúlt 20-30 év legjelentősebb irodalmi művéről beszélünk, amikor róla van szó. Az irodalmi műnek nincs vége, a költő író életének meg ott van vége, amikor rásik a fejére a tégla, és hogyha egy olyan vastag művet tudott létrehozni, mint a János, akkor azt eltart egy-két évig, amíg az ember bíbelődik vele, mert hogy nagy művet hagyott maga után. Élő, pulzáló művet. Magyar közön. Kemény István búcsú levelére. Fölpaprikázva, s megvezetve népen, nyakadban ízlésed szerinti ura, ha olvasol, hát félreolvasol, és békés nappal vészharangozol. Árulkozó elfolytásodat értem. Ki legnagyobb vagy önmagasztalásban, s öngyűlöletben, önkorlátozásban. Gőggel tudsz elfordulni, sérteni, sértődni, mint egy félretolt zseni.
két féltekét nehéz szívvel bejártam. Kőbe vésett alkotmány a jutalmat. Fék, nem bilincs. Otthonos lett a káosz, a tisztázás helyett a lágy maszat. Vörös szájak befogva, nagy darab megmondó emberek pálcát ragadnak. Az életre trombitált múzeumból üzennek tekintetes vármegyeit, és műveletlen főispánjait gondozzák a föld szekérvárait, s egymást megbélyegezni kézt az undor. Legyintve szerteszét és számolatlan, él a kedély, lakánykultúra tombol. Kilincselők a nábok ajtaján, pirul a boldogságos tartomány, az alázúduló vörös iszabban. Kedves nézőink, ahogy a bevezetőben már említettem, egy frissen megjelent kötetet ismerhetnek meg a következő percekben. Olyannyira friss, hogy még maga a szerző se vehette a kezébe. Boda Barbara Izabella Becsület szó című kötetéről beszélgetünk a következő percekben. Egészen különös módon, hiszen a szerző nem Magyarországon él, hanem az Egyesült Királyságban, és így Skype-on vesszük fel vele a kapcsolatot. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban, de távolról Boda Barbara Izabellát, aki szombathelyi, de jelenleg az Egyesült Királyságban él, és a nagymamájának a testvérét örökítette meg, az ő életét örökítette meg ebben a kötetben. Szervusz Barbara, üdvözöllek! Jó napot kívánok, Ipolya, én is üdvözlök mindenkit, köszöntöm a nézőket! Bevezetőben elmondanád, hogy hol is élsz pontosan, Angliának melyik részén? Én Anglia délnyugati részén élek, Bristoltól talán egy olyan órányira déli irányba, egy Taunton-nek nevezett kisvárosban. Hát talán Szombathelynél valamivel kisebb város, úgyhogy eléggé itthon érzem magam. Szombathelyen születtél csak úgy, mint ahogy a nagymamád testvére is, akiről ez a kötet szól. Annyit bevezetőben talán érdemes elárulni róla, hogy ő is Angliába került, ráadásul újságíróként szerzett magának hírnevet az Egyesült Királyságban, de erről majd beszélünk egy kicsit részletesebben. Elsőként arra lennék kíváncsi, hogy mi indított téged arra, hogy megírd a nagymamád testvérének élettörténetét? Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, mert minden látogatásom alkalmával, tehát többször szoktam őket meglátogatni Londonban, minden látogatásom alkalmával egy-két történetet elmesélt, ami mindig más történet volt, és ezek annyira érdekesek voltak, néhányszor szinte tapintható volt a történelem az elbeszélésekben, hogy elkezdtem őket leírni. És az elején végül is csak egy ilyen kis füzetbe írogattam a történeteket néhány címszóval, hogy ne felejtsem el, hogy miről volt szó. De egy idő után a füzet egyre nagyobb lett, egyre terjedelmesebb lett, és a végén úgy éreztem, hogy hát ezt valahogy valamilyen keretbe kell foglalni, valahogy ezt le kellene írni. És végül is titokban kezdtem el írni ezt a könyvet, tehát a nagymamám bátyja nem is tudott a létezéséről pár hónappal ezelőttig, és szóval elkezdtem írni a könyvet, úgyhogy végül is így történt az egész, a könyv talált meg engem, nem én találtam meg a könyvet, ha ezt így lehet mondani. El se árultuk még, hogy ki a főhős tulajdonképpen. Talán Szombathelyen is sokan ismerik az ő nevét, Dalman Miklósról beszélünk, és azok, akik Szombathely történetében egy kicsit otthonosabban mozognak, talán emlékeznek arra is, hogy a Rákóczi utcában volt egy könyvkötő műhely, amely épp hogy a családotok tulajdonában volt. Így van, igen. Hát talán, ha jól emlékszem, 10 évvel ezelőtt zárt be a műhely, amikor a nagypapám halála után el kellett adni a házat. Úgyhogy most egy fogorvosi rendelő működik a helyén, egy nagyon szép, modern új épület. És azt hiszem, hogy ennek a
a háznak az elvesztése, úgymond a gyermekkor színterének elvesztése valahogy mély nyomot hagyott bennem, nagyon sok jó emlékem fűződött a Rákóczi utcai házhoz, ugye a nagyszüleimmel kapcsolatban is, édesanyámmal kapcsolatban is, meg a műhelyel kapcsolatban is, tehát sokszor segítettem édesanyámnak a műhelyben ezt-azt csinálni, és nagyon élveztem a kreatív alkotói folyamatot, mert végül is szerintem a könyvkötészet maga is egy kreatív folyamat, és valahogy ezt próbáltam meg feldolgozni a könyvben, tehát ez nem csak a nagymamám bátyjának az élettörténete, hanem a műhelynek a létrejötte, és végül az elvesztése is. Mondhatjuk azt is, hogy Miki bácsi is gyermekként tulajdonképpen így szívta magába a betű szeretetét? Szerintem igen, végül is nem, ugye nem a Rákóczi utcai volt az első műhely, de az ő édesapja, tehát az én dédnagyapám halála után költöztek a Rákóczi utcai házba, tehát végül is évtizedekig ott volt a Rákóczi utcában a műhely, és biztos vagyok benne, hogy akár csak én, ő is könyvek között töltötte a szabadidejét, tehát ott mindig rengeteg könyv volt, mindig olyan finom könyvillat terjengett a levegőben a ragasztószaggal, meg minden más egyébbel, tehát ez biztos, hogy inspirálta valamilyen szinten. Említetted, hogy sokat hallgattad Miki bácsi történeteit. Neki meglehetősen kalandos és változatos életútja volt, hiszen végigélte szinte a teljes 20. századot, amely azért sok megpróbáltatást is tartogatott az ő életében is. Kiemelnél esetleg néhány epizódot, vagy néhány állomást az ő életéből, amit a könyvben is megörökítettél, mert fontosnak gondoltad? Hát az első fontosabb epizód szerintem az talán akkor történt, vagy akkor kezdődött, amikor még Szombathelyen volt újságíró, és néhány cikke miatt bebörtönözték, tehát elvitték Budapestre, és ott töltött, ha jól tudom, pár napot vagy hetet. Tehát az biztos, hogy az bárkinek az életében egy hatalmas nyomot hagyna, és végül is ennek hatására döntött el, hogy elhagyja Magyarországot. Tehát ez valamikor a háború után történt, ugye? Így van, uh-huh. Igen, 1947-ben történt az, hogy bebörtönözték, és ha jól tudom, akkor 1948. januárjában hagyta el az országot ezek után. Aztán új életet kellett kezdenie, és ugye előbb gondolom Ausztriába került, aztán csak később jutott el az Egyesült Királyságig. De hogyan lett belőle újságíró, angol nyelven író újságíró? Hát ez valahogy nekem is egy ilyen misztérium, mivel tehát én is Angliában élek már több mint 5 éve, beszélem a nyelvet, de én úgy érzem, hogy írni nem tudok úgy, mint ahogy magyarul írnék. És nem is írok azzal a precizitással, ahogy mondjuk egy anyanyelvi angol ember tudna írni, és az ő angol cikkeit olvasva ez számomra is teljesen rejtély, hogy hogyan ért el azt a tökéletességet, hogy olyan, mint hogyha egy angol ember által írt cikket olvasna az ember. Főleg úgy, hogy úgy érkezett az országba, hogy egyáltalán nem beszélte az angol nyelvet, és úgy kellett tanulnia, hogy szótára sem volt, csak angol-német és német-magyar szótára, tehát először mindent németre fordított, és a németet magyarra, és úgy vissza. Tehát ez számomra teljesen hihetetlen. És ráadásul egy nagyon jó nevű, nagy példányszámú újsághoz került, és hosszú időt dolgozott ott. Így van, tehát a Guardiannél kötött ki, ha így szabad fogalmazni, és ott a külügyi osztálynak lett a szerkesztője, ami egy elég magasrangú, színvonalas pozíció. De ezzel együtt keményen megdolgozott ezért a pozícióért, tehát szépen lassan ment fel a létrán. Uh-huh.
ugye először egy havilapnál kezdett, ott dolgozott pár hónapot vagy pár évet, utána pedig egy heti lapnál, és onnan került végül is a Guardianhez. Azóta is Londonban él egyébként? Tudta tartani a kapcsolatot a hazájával? Haza tudott később aztán jönni? Ez is érdekes lehet. Így van, tehát ők azt hiszem, hogy a 60-as években költöztek Londonba, és azóta ugyanabban a házban élnek, tehát egyszer sem költöztek végül is, hát 60 éve már ugyanabban a házban élnek. És igen, elég sokszor látogatott haza, és engem is az motivált szerintem a saját életemre tekintve, hogy ő mennyi mindent elért az ő életében úgy, hogy végül is korlátozott lehetőségei voltak, túl sok segítség nem állt rendelkezésére, és mindig elbűvölt, amikor hazajött látogatóba Magyarországra, és volt egy-két óránk együtt beszélgetni, és elmesélte a történeteit. És engem is ez motivált szerintem, hogy próbáljam meg a maximumot kihozni a vágyaimból, és abból, amit szeretnék elérni. Tehát a te életedre is hatással volt a kettőtök kapcsolata, és ez egyébként kiderül a könyvből is, ha valaki elolvassa, akkor nem csak Dalman Miklósról, de rólad is sok mindent megtudhat. Nagyon szépen köszönöm, és gratulálok ehhez a kötethez, amely a Szülőföld könyvkiadó gondozásában jelent meg. Most a jelen körülmények között valószínűleg nem lehet könyvbemutatót tartani, de terveztek-e valami ilyesmit későbbre? Tervezünk, nagyon szeretnénk egy könyvbemutatót tartani. Azt tervezzük, hogy talán jövő márciusban, amikor hát remélhetőleg a járványhelyzetre való tekintettel az utazás kicsit könnyebb lesz, tehát jövő év elején valamikor szeretnénk egy könyvbemutatót tartani. Nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy akkor ott személyesen is találkozhatunk veled. Köszönöm a beszélgetést. Nagyon köszönöm. A kedves nézőknek pedig ma estére köszönöm a figyelmet, műhelyt legközelebb egy hét múlva láthatnak itt a Szombathelyi Televízióban. Viszontlátásra!